Na sziasztok, üdv újra a Stalker 3-ban, és a Stalker 3-nak fogom hívni. Nos, kezdjük ott, hogy még egyszer elnézést kérek az előző videóban történt óriási nagy bakiér, ez egy nyakleves megérdemelnék miatt, mert figyelmetlenségből sajnos egy jó pár perc, jó pár percnyi gameplay nem került felvételre, ezt utólag sem tudom pótolni, mert sajnos teljesen kiment a fejemből, hogy nekem az F2-re volt konfigurálva a felvétel szüneteltetése. Ezt most korrigáltam, tehát most már ez ilyen baleset remélhetően nem fog már előfordulni. Igen, ezt sajnos én csesztem el, úgyhogy erre legközelebb próbálok figyelni. De mondom, csak annyi volt ott a vágás, annyi lett kivágva, annyit nem láttatok, hogy lelőttem azt a... volt három csávó, azokat lelőttem, utána kifosztottam a holttesteket, visszajöttem ide, és beszéltem ezzel a csávóval, odaadtam neki azt a kis fura tárgyat, és adott 3000 pénzt. Utána föl akartam menni aludni, és ott vettem észre, hogy a hülye fejemmel, hogy egész addig szüneteltetve volt a felvétel, és hát emiatt egész addig nem láttátok. Ja, úgyhogy... bocsász. És most... Az is furcsa nekem, oda szeretnék elmenni erre a rejtek helyre, na most megpróbáltam a GPS-t kijelölni, de hiába kattintok, akármivel, ezt nem jelöli ki. Kizárólag csak missziót tudok így kijelölni, látod? Ezt itt azonnal kijelöli ezeket, de ezt nem. Illetve sehol máshol nem tudok kattintani a térképen, tehát kizárólag csak missziókhoz navigál el. Ez a GPS, ami megint csak szerintem egy igen csak súlyos hiányosság, és az ördög vigyel. A fenébe, kedves GSC. A jó büdös francba. Na. Lehet csak engem zavar, de engem zavar ez is. Illetve az is, hogy a fegyvereket nem lehet eladni. Ez engem piszkosul zavar, de úgy nagyon-nagyon-nagyon zavar. Na mindegy, nyugatra kéne elindulni, akár merre is van az. Út. Noh. Aha. És a izé is forog. Ugye ez? Hogy is van a kék az észak, piros a dél, ugye? Hihetetlen, egy normális navigációs rendszert nem voltak képesek belerakni. Ez így. Forduljak arra. Tehát forduljak. Aha. Kb. Arra fele lesz. Ezek szerint. Elő is veszem a fegyvert. Lehet ezekkel még nem kéne kötözködjek? Jádok! Friedlicher als an diesem Ort geht's nicht. Also steck die Waffe ein. Majd elteszem, ha akarom. Most még nem akarom. Mert itt vannak dögök. Ezek bántanak? Ő itt kicsoda? Na, most akkor? Szerintem ezek bántani akarnak. Jaj, de jó! Ez a pig file. El tudtam futni előlük? Ha mi a fene? Oké, megvan. Egy megvan. Lesz? Ezeket nem is lehet kilútolni. Ez elég sokat benyelnek, maradjunk annyiban. Egész tárat, másfél tárat. Akkor ez kicsit olyan lesz, mint a Far Cry 3-ban, mi? Hogy a állatokba többször annyi golyót kell beleereszteni, mint az emberekbe.
de utáltam el azt a dolgot a Far Cry 3-ban. Undorító volt. Oké, itt mutánsok. Jó, értem, hogy mutánsok, de az embereken meg páncél van, tehát, hogy... Utálom az olyat, amikor állatokba többet kell belepumpálni, mint az emberekbe. De hát, na já. Most elveszek tőle mindent, de... Ugye csak... Na já. Mi van? Mit ilyen dingherom? Az mi? Na várjál, most hol a túróban? Aha. Na ezért mondom, hogy kellene egy, ugye, normális navigációs rendszer lenne, hogy mutatja, mint a misszióknál ilyen, legalább valamilyen kis nyílal, hogy hello, hülye gyerek, arra menj. Mert most, ugye, ami van ott a mini térképen, az a kis fehér nyíl, az a missziót mutatja. Tehát az nekem azt mutatja, hogy azt ott. De nekem nem azt, én nem arra vagyok kíváncsi, hanem nekem az kéne ott, de annyira jó a navigációs rendszer, hogy... Na já. Vagy ez itt várja. Célpontra áll. Mi az a célpontra? Ja, értem. Na, igen, tehát ezt szeretném célpontnak kijelölni, de nem lehet. Na, a GSC úgy gondolta, hogy minek? Várjál, forduljak egyszer irányba. Arra, ugye? Arra. Igen, és most egyenesen. Csak kicsit jobb lenne, nem kéne mindig megnyitogatni a PDA-t. Na mindegy. Ez már nem fog változni, úgyhogy kár ezen fennakadni. Jó, ezek itt hullák, ugye? Igen, ezek nem mozognak. Na most itt van valahol errefele rejtek hely. Az ott él? Ez nem él, ugye? Ez itt. Olyan, mintha... Jó. Á, mindjárt ott vagyok. Oh-oh. Ez lehet, hogy probléma lesz. Ó, akkor itt jó kell, fel kell tápolni lőszarból, mert ezeket folyamatosan le kell szedni, itt tárak csak úgy zabálni fogják ezek a lőszart meg a tárakat, úgyhogy húha. Nem ez lesz a rejtek hely? Van nekem... Van zseblámpám, oda néz. Várja, így. Hogy mi? Nem, várja, ez még nem az. Ez még nem a rejt, vagy az. Hogy mi? Ez milyen lócitromi? Mi ez? Ezek bántanak? Nem akarom megtudni. Elindulok erre. Hát... Na jó, inkább ki akarok jutni ebből a barlangrendszerből. Mert szerintem egyre csak távolodok a... Hát de sprintelek, hello! Ja, hátrafelé nem tud, jó, értem. Megvan mind a kettő? Jesszusom! Pff,
Rá nem számítottam. Na és most merre kell menjek? Na látod, látod, erről beszélek, tehát hogy mindig. Merre van ez a cucc? Ja? Igen, és akkor itt is elmondom még egyszer, mert szerintem azt az előző videóban sajnos kivágtam, amikor azt arról meséltem, hogy a... hogy... ez a G-fegyver... nem érdemes... ész nélkül darálni vele, hanem csak így egyesével, mert a, tehát félautomata üzemmódban érdemes használni, mert akkor sokkal-sokkal pontosabb. Nagyságrendekkel pontosabb. Na most itt van valami. A mini térkép szerint. Itt kell lennie valaminek. Feltételezem, ott a föld alatt van az az izé. Tehát a jó helyen voltam, csak... Na jó, nem. Nem erőltetjük azt, ami nem megy. Várjál. Az mi? Tudod mit? Elmegyünk az egyik helikopáterhez. Miért ne? Én azt mondom. Oh! Jasszus! Ne! Menj ki! Léci! Nem akartam lejönni ide! Oh, köszönöm! Oh, de jó. Ez... jó szemétség volt ezt ide rakni. Na. Akkor haladjunk tovább. Tényleg a zseblámpa az le tud merülni? Mert nem látok sehol arra kijelzést, hogy merülne. Na, ez tök jó. Ennek viszont nagyon örülök, hogy nem merül le, mert ugye rengeteg más FPS-ben úgy csinálták meg, hogy pár másodperc után lemerül, aztán várjál, míg visszatöltődik. Sokkal jobban szeretem azt, amikor nem merül le, mint itt. Ez miféle hely? Nem nyert. Csak akkor lesz gond, hogyha lesz megint egy ilyen nagy kitörés, ami a játék legelején volt. Nem tudom, hogy sima épület is fedezéket nyújt a kitörés ellen, vagy mindenképp... Jaj, ne! Na, így egész gyorsan le lehet őket szedni. Jó van. Tehát, hogy sima épületek is menedéket nyújtanak kitörés ellen, vagy csak a biztonságos zóna. Oda néz! Jó, majd a többi fegyvert viszont ki kell tárazzam, hogy nyerjek egy kis lőszart, mert úgy látom, hogy ebben a játékban brutál mennyiségű lőszart kell gyűjteni, mert amikor a dögök bizony eszik, azt hittem, hogy... Ó, várjál! Nézd csak! Hogy szedem fel a többit? Diéta, szalámi... A többit is fel akarom szedni, hölgy! Nem lehet ezt arrébb tolni, mert... De érted, miért rakják olyan helyre... Várjál csak! Nincs olyan... hogy... Nem lehet lefeküdni a karakterrel a földre. Guggolás van, ugrás. Azok fegyverek nincs. Nem lehet lefeküdni a földre. De akkor ezeket hogy szedjem föl? Hello. Látod? Ott vannak még cuccok. Látod? Ott. Azokat szeretném fölvenni. De hogyan? Igen?
És a többi? A többi maradjon ott. Na. Kiváló placement. Nagyon ügyesen helyezték oda a tárgyakat, hogy a játékosnak tudja felvenni. Remek. Nem elég, hogy éjszaka van, és szakad az eső is. Várjál! Aha, azért a fények a nem rossz, ugye? Ezért kapcsoltam a zseblámpát, kíváncsi voltam, hogy hogy néz így ki a... odanéz. Hogy néz így ki a vihar. Villámlás. Ez igen, az viszont nem rossz. El kell ismernem. Ez nem rossz. Na de jó, látni is szeretnék valamit. Aha. Lehet nem éjszaka kéne mennem mi. Nem biztos, hogy a mutáns dögöket látni fogom. Bármint, hogy nem biztos, hogy időben észreveszem őket, de majd... A villámlások az, ami a leginkább a X-ray motornak az erőssége. Tehát ez tényleg piszak jól néz ki. A villámlások veszettő jól néznek ki. Ezt el kell ismernem. Épület. Ide én már jöhetek ide? Tehát, hogy... Ó, várj, nézd csak. Nem vagyunk már messze, de... Először én átnézném ezt az épületet, ha nem gond. Sehol senki? Öha. El is tök jól néz ki, hogy bejön a fény az épületbe a fősóra. Tényleg jól néz ki a villámlás, baromi jól néz ki. Na jó. Na de itt most már lássunk is valamit. Nem tudom, miféle épület volt ez egykor. Ja. Igen. Úgy látom, ennek a grafikus motornak leginkább a belső terek lesz a... Jesszus úristen! Mi volt ez? Fúj!
nem kicsi szívbaj kaptam. Hogy a túróban nem láttam azt észre az előbb? Mármint egy idő előtt. Lehet, hogy nem ő az egyetlen amúgy. Nem, és számítanom kell arra, hogy talán lesznek még más ilyen köcsögök itten. Le akarjak én itt menni? Jó ötlet ez? Én nem vagyok benne biztos. Hello? Hello? Azt a mindenségit! Hát de ember! Tök jó, hogy méterekről képes nekem ugrani, úgyhogy nem tudom kivédeni. Hello, mi? Ez nem működik. Most automatikusan visszatöltődik az életem? Vagy ezt most nem értem. Hát visszatöltődött az életem. Hé? De akkor korábban miért nem? Mi alapján függ, hogy visszatöltődik vagy sem? Most nagyon nem vágom. Ez lövés volt? Akkor itt nincs semmi más, ugye? Már itt jöttem le. Ez a lépcső az itten. Jaj, de jó, jaj, de jó. Na, leült a vihar? Aha, meg sugárzási terület, jaj, de jó. A fenét, sugárzást kaptam. Várjál. Hogy is van ez? Ez az egyetlen, ami... Igen. És akkor még kajálni kéne. Egy. Ha itt... Pihentség, regenerálás. Golyóállóság. Aha, ezeket még meg sem néztem. Ütésállóság. Pszivédelem, tűzvédelem, elektromos védelem, vegyi védelem, sugárvédelem. Yeah. Oké. Okay. Jó, akkor menjünk tovább a helikopter irányába. Remélem, ott ilyen zombajcsok nem lesznek, mint itt az előbb. Ó,
ajkút? Nem jön ki belőle egy hosszú hajú kislány? Mi az valami? Érdekes. Farkasok? Maradjanak távol. Milyen messze vagyunk? Itt már nem olyan nagyon messze. Most már nincs olyan nagyon mi a fene? Itt ilyen forró izé van? Ne vonyítsatok már! Be akarok én ide menni? Nem, mert csak eltávolodom a céltól. Most a helikopterhez akarok menni, de lehetőleg úgy, hogy szerintem ebben nem kéne belem... Aha, igen. Ez mérgező cucc. Gondoltam, hogy nem szabad belemenni. Éreztem. Erre. Akkor így szépen kikerülöm körbe. Ígyni. Aztán remélem, hogy semmi nem fog megtámadni így az erdőből. De ez benne van a trutyi közepén a helikopterrel, most ez... Az lehet, hogy baj, nem? Tudod mit? Mentünk egyet. Ui! Jó, nem tudom, mi volt ez. Mi? Die ganze Elektronik im Hubschrauber ist ausgebrannt. Sogar die Kabelummantelung ist geschmolzen. Ja, und? Ez megvizsgálva. Oké. Okay. Sehr gut. Húss már! Jó, és most? Majd gyors utazás? Vagy... Eltűnt vadász. Menjünk ide, ez kicsit közelebb van. Mert a... Erdőgazdaság... Mocsár... Antenna komplexum. Jó. Menjünk az antenna komplexum irányába. Tudom, megint visszatöltött az életem egyelőre, ezt még... Húha, már csak egyetlen sugárzás elleni gyógyszerem van. Abban szerintem alaposan majd be kell vásároljak. Lehet, hogy először inkább csak a mellékküldetésekkel kéne foglalkoznom, hogy némi pénzt szerezzek. Nem innen jöttem! Nem ezt az épületet néztem át? De, ugye? Ezt néztem át.
Igen. Jó. Akkor megyünk itt tovább. Van egy kis melléképület, ezt viszont még nem néztem meg. Nózombajcs. Jó. A játékban. Az ottan mi az ottan? Miféle képződmény? Ott van egy kis tüzecske. Meg kell néznem, hogy kik azok, vagy mik azok. Van-e ott valaki? Ez a hang most nem tetszett. Talán morgás hallottam volna. Nem jó? De egy inkább kerülök egyet, biztos. Itt le... Öcsém! Nyugodjunk! Meg! Ha-ha-ha-ha! One hit kill! Na, nem is rossz fegyver, tényleg igaza volt a csávónak. Vesörétes vagy vadász fegyverrel elég hatékonyan le lehet ezeket szedni. De erre láttam egy... ezt itt nézd csak! A dögök ellen tényleg hatékony ez a vadászfegyver. Ez kétség nem fér. Oké, hát itt nincs sok minden. Azt hittem, hogy itt több mindent fogok találni, de nem. Nekem itt át kéne menjek? Vagy inkább átmegyek itt, ha? Hehehe. Így. Ennyi. Átjöttem. És akkor itt van elvileg az egyik eltűnt csávó, egyik eltűnt vadász. A sörétes lőszarból nagyon-nagyon sokat be kell vásároljak, hogyha már ott tartunk, hogy lesz rá pénzem. Valahol itt kéne lennie? A mini térkép szerint pont rajta áll. Aha. Hol van az itt? Menjek vissza az antenna épülethez, hát persze, hogy ne. Ne zavarjon, hogy onnan jövök. A jó Isten áldjon meg. Nem baj. Ugye már ismerjük azt a helyet. Oh. Azért... ahhoz képest, hogy egy fix, statikus kép a légbolt, nem olyan rossz. Szép hátteret választottak, úgy is mondhatnám. A Skyboxnak. Itt a csávó. Na mondjad! Ich habe gesehen, wie ein Blutsauger in das Gebäude gegangen ist. Vermutlich haben sie dort ihr Lager. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Achte auf die Schatten. Sie könnten überall auftauchen. Igen, kettőt már leszettem öregem, úgyhogy ha őket vadásszuk, akkor hiába vadászol rá. Most vagy visszaspónoltak, vagy rezetelte őket a játék.
Mármint, hogy... Ja, akkor visszaspawnoltak lehet. Ne rohanj ennyire előre, tehát... Tudod, mint, hogy melyek utánad? Téged támadjanak meg, és akkor... Na, az én életem menjen le. Te öreg, most te körbe-körbe mész, vagy most mi van veled? Jól látom, hogy te körbe... Ja, jó. Sieh dir das mal an. Wahrscheinlich ist das der einzige Weg in das Untergeschoss. Őt én szedtem ám le, csak úgy mondom. Tja, wir müssen wohl runterspringen. Mir nach! Okay. Ich Kannst du noch laufen? Ja. Dann sehen wir uns das Untergeschoss mal genauer an. Okay. Itt viszont nem voltam még, ugye? Mert ide csak a csávóval lehet lejönni. Sieh dir die Krallenspuren an. Merkwürdig. Die Leichen, die wir zuvor gefunden haben, hatten sie nicht... Zárva. Kifosztottam mindet. Gyorsabb voltam, én már kifosztottam őt is. Der Jäger ist nicht hier. Gehen wir. Ezt is kinyitja, és tudja, hogy... Das ist mein Job. Mein ganzes Leben lang knacke ich schon Schlösser. Ach, Applaus ist nicht nötig. Und jetzt drehen wir uns um. És most fog jönni, ugye? Tehát itt fog ránk támadni szerintem egy ilyen vérszopódag. Sst! Hier sind überall schlafende Blutsauger. Wir sollten versuchen, lautlos an ihnen vorbeizukommen. Most! Mész a picsába. Passzú! Hogy lehet így aludni? És most hol a... Ja? Jó. Mindjárt megyek. Semmi más, ahogy látom. Das scheint dein Ausgang zu sein. Spring! Ez egy Ausgang. Legyen úgy. Legyen igazad. Den Jäger zwar nicht gefunden,
Aber ich habe eine Idee, wo er stecken könnte. Ich werde der Sache nachgehen und melde mich dann bei dir. Währenddessen kannst du den Stalkern von diesen blutsaugenden Monstern erzählen. Gegen diese Bestien muss etwas unternommen werden. Okay. Malom. Szerintem még ott sem jártam. Aha, veszélyszakállal. Jó, hát akkor visszamegyünk ide. Ja, azt is, az is van kijelölve, látom. Ott. Ott. Azt a mindenit. Nagyon tetszik nekem, mint a... Azt a... Tele baromi jól néz ki a villámos, oda néz. Szenzációsan jól néz ki. Aha. Igen, egyértelműen ez az X-ray motornak a erőssége. Ja, hogy nekem arra kell mennem. Ja, már látom, hogy miért fáradt ki ilyen hamar. Jó, most vettem észre a kis ikont. Mert hogy... Igen. Túlléptem az 50 kilót, azért túl nehéz vagyok. Illetve a hátizsák. Megoldjuk, mivel a fegyvereket úgysem tudom eladni, ezért azt fogjuk csinálni, hogy az összeset kitározom, és amelyik ki van tárazva, ezek már mind ki vannak, úgy látom. Most már is. Ezeket mind eldobom. Mivel ugye nem tudom őket eladni. És ez milyen fegyver? Ráján sebzés, igen. Nem. Válasz. Ezt is. És akkor... ezeket is eldobjuk. Miért tartsam meg őket? Csak a lőszar kell belőlük. Na, ebben azért van bőven. Ez az. Azok ottan bántanak? Vagy ezek kik? Hello? Ti kik vagytok? Du kommst dir wohl sehr wichtig vor. Steck das Schießeisen ein.
Te egy bandita vagy. Akkor ti is, ugye? И чё б забодяжить? Срать охота, сил нет. Санёк Амацку. Ну чё за нейр? Филос, Франчхен. Там нахуй я эту зону. Я в город хочу. А, Саня. Kinek kaphat a munkát, azt én szeretném tudni. Mi újság a zónában, nem tudom mennyi hírjátéke van, de van itt ez a Noé fickó nála, eszement a fazon nem találsz. Van egy ronda bárkája, úgy néz ki, mint amit egy rakás illegális bevándorló tákolt össze egy hét alatt. Vigyázz vele, mert szeret lövöldözni, kérdéseken meg nem pár össze magát később se. Én azt mondom, pokolva az ilyen seggfejjel. Árucsere? Lehetségesen nála el tudtam volna adni a fegyvereket? De akkor beszarok. Hogyha igen. Hát a fene tudta, hogy itt egy ilyen emberbe botlok. Meg ilyen gyógyszer kell majd valahonnan még vegyek, de nála nincs. Akkor szevasz. Veletek nem lehet kommunikálni? Тимоха, а Боротват, мичада невек, это бессарс. Не, ну твою мать, не, ну нельзя. Я. Itt egy autó. Már most jön benne egy roncs, ami maradt belőle. Ez sugárveszélyes hely. Jaj ne, megint sugárzok, jaj ne. Akkor ez azt jelenti, hogy most rohannom kell vissza. Hogy minél hamarabb meggyógyítson a doki. Már messziről láttam a hajóroncsot, úgyhogy már nem vagyunk messze. Azért sprintelek itt át mindenen. Akkor itt majd kell vegyek ilyen sugárzás elleni dolgokat. Na várjál már. Hát én nem ott vagyok, ahol gondoltam, ez nem az a hajóroncs. Vagy hé? Nem ott vagyok. Hol vagyok? Te ki vagy? Ti kik vagytok? Én nem ott vagyok, ahol gondoltam, hogy vagyok. Griskó a léze. Mi? Hello. Jár a szimuláns stalker. Jó. Hol a lócitromba vagyok most? Hello. Ó, hogy többen vagytok. Guten Tag. Позбивались тут в стае. Ja. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Антон, куманч. Антон, аккор... Тогда két Антонунг ван. Эймаш меллет. На, йо. Йо, эс. Да эдик эль шем тудок бесельни. Ни хабара, никакого приварка. De nekem vissza kéne jutnom. Nincs ezeknek semmi értelmes felszerelésük, amit elvihetnék. Merre van az én otthonom? Ott! Ja, oda kell menjek, Axo! Már megyek is. Mi a csávóknál nem... Úgy látom, hogy ezeknek nem nagyon veszem hasznába. Itt van egy csillaggal jelölt emberke. Te? Te nem a csillagos ember vagy, ugye? Szerintem nem. De aztán ki tudja. Um.
Vele tudok beszélgetni. Не тот уже хабар пошел. Может, нам не рекла, думаем кейшу. Я окей. Ну что завязывать пора. Ария. Какие на юша керла хайра. А де хол? Itt. Hehehe. Pont a másik irányba. Az ördögbe. Brüm brüm. Ó, ott a mi otthonunk. Azt hiszem. Igen. Az már tényleg az. Nem látok semmit, nem látok... Na, most. Na. Ez az. Ezt a helyet kerestem. Halló, du. Halló. Halló. Was führt dich auf unser bescheidenes Schiff? Egy egész félszopó fészket találtam az antenna komplexum alatt. Rendben, a fészket el kell pusztítani, hadd gondolkodjam. Ördög tudja, hány félszopó van azokban a járatokban. Talán inkább el kéne gázosítanunk őket. Rémlik, hogy Bagoly beszélt valami gáztartályokról. Te beszélj vele, mi nem is vagyunk túl jó viszonyban. Ha sikerül megszerezned a gáztartályt, csak csatlakoztasd az antenna komplexum szellőzőrendszeréhez, és pár perc alatt vége is lesz. Oké, megteszem. Beszélj nekem a képződmény üzletedről, beszélj nekem az itteni életről. Komoly vevőim vannak a zónán kívül, akik rendszeresen rendelnek bizonyos fajta képződményeket, amiket adott időn belül le kell szállítani. Elhozod nekem, amit kérek, és jó pénzt fizetek érte. Ne feledd, hogy a megrendelések nagyon fontosak nekem, ezért igyekszem mindig több beszállítót felbérelni. Csak akkor kapod a teljes árat, ha te szállítasz elsőként. Aha. Nála sincs ilyen gyógyszer. Ilyet kell majd vegyek még. És de megcsináltam most egy küldetést, és nem kaptam érte egy fittinget sem. Ez igen. Komm einfach vorbei, wenn es etwas Interessantes gibt. Die Skadovsk wird hier warten, so viel ist sicher. Most egy elmegyek a Dokihoz, az hol is van? De itt, várjál, hova tűnt? Hölj! Hello! Hova tűnt a doki? Várjál már! Ott... Ott mi történik? Ott. Nem tudod, folyna le a víz, de hát itt belül vagyunk, itt elvileg nem folyhat. Érdekes. Tehát, hol a dokika? Hova tűnt? Jaj, nem, most meg kell keressem. Nem, ez a fegyverjavító. Alles klar. Mhm. Ha ezt feljavítom... Hát igen. Muszáj, mert ez nagyon jó fegyver. Úgyhogy, ja. Mi ez? Megbízhatóság. Aha, igen. Elhasználódás csökkent, igen. Minusz egy kiló. Aj, bárcsak több pénzem lenne. Aj, mint a játékban. Mondjuk megéri, nem? Mert akkor ritkábban kell javítani. Ezt megveszem.
amíg van még pénz. Pénzem. 92. Ah, te, de drága a tárnevelés, te jó isten. Iszonyatosan drága. Ajajaj, nem sok pénzünk maradt, ezt a kettőt már megvettem, jó. Hol a túróban van ez a... Velük nem is lehet ilyenkor beszélni. Most honnan tudjam, hogy hova ment, érted? Tehát... na. Wie geht's? Du willst etwas bestellen? Nein. Pasha a kő. Ich höre. Gontát kellene megkérdezned. Ő meg a csapat az nem mesélni egyes más. Nemrég egy kimér... Ja, kimérre, igen, igen. Várj, árucsere. Most nem szopasz, hogy neki el tudtam volna adni a fegyvereket. Aha, akkor hanyat szopom magam. Ez a lehetőség, sebzés. Alkám 74. Tárgy ilyen rossz állapotban nem adható el. De azért megvehetném. De nem ír árat. Hát mennyi az el? Honnan tudjam, hogy mennyit kér érte? Azt hiszem, nem adható el. De te akkor... Hé? 560... Hát ezt nem... Én ezt nem értem. Pedig ide berakja. Tehát, hogy... Ez nem adható el. Ő sem adhatja el. Na most tényleg jól lenne tudni, hogy most akkor a... Azokat, amiket eldobtam, hogy nála esetleg ennél a csávónál el tudtam volna adni. Radioaktív szennyeződés, hát ez tök jó. Várj, és ha... Micsoda nevek? Mit csinálsz? Lazítok. Nálad mit? Nála sincs gyógyszer. Biztos csak az orvosnál lesz, de hát azt se tudom hol van, azt se tudom, hogy már őt hogy hívják. Na most annyit tudok még megpróbálni. Gonta, igen. Jó, hagyjál. És te pedig a megrendelős csávó vagy. Nem akarok rendelni semmit. Hey. Jó, ez az átkozott orvos. Istenem. Te vagy az? Nem tudom már, hogy hívják, úgyhogy nem tudom melyik az. Nem, bögölj. Ezt a... Itt fönn mi van? Ja, oh, oké. Okay. A híd! Azt hiszem, annak mondják, ha jól tudom. Hát és akkor ilyenkor hogyan gyógyítsam meg? Kösz, hogy arrébb löktél, tényleg. Ilyenkor hogyan gyógyítsam meg magam? Mondjuk, hogyha úgy értem volna vissza a misszióba, hogy alig van HP-m, akkor... Ich höre. Ah. 240, 10 lő szarér. Úristen. Ne áragudj, de ez drága.
Na, hova tűnt ez az átkozott orvos, azt is jól lehet tudni. Mert mindig nincs itt. Próbáljak meg aludni, és lehet, hogy nem alhat, sugárszennyezett vagy, vegyél be gyógyszert, vagy beszélj egy felcserrel. Egy felcserrel. Tehát több is van orvosból? Azt hittem a felcser egy név. De az, hogy egy felcserrel, tehát akkor abból több van. És azok hol vannak? Hol találom őket? Ez nem felcser, ez a bagoly. Nálam... Was ist denn mit dir los? Hast du Wurzeln geschlagen oder was? Wenn du etwas zu sagen hast, raus damit! Wer nicht, dann mach einen Abgang! 400 pénz egy darab gyógyszerért! Ezt a brutál lehúzást, ez nem normális. Hát inkább kimélyek, ez megöletem magam. Gonta... Gármata... Halló! Halló! Pása, tamburás... De hol az a Felcser nevű... Oleg a hangya... Jézus, milyen nevek hallod? Nonja, Hilglück, halló, do! Paranoid! Itt a cigis... A bors... Szerelő. Hey, Bruder! Mázlis. Herélő, Jézus Mária! A nagyfőnök. Hey, Bruder! Hát én sehol a felcsere, sehol nem találom. Hát ez milyen műsor? Boxeres. Oh, ist das selbstverständlich. Komm ruhig wieder vorbei. WTF! Hol a túróban van a felcser? Hát ezt nem akarom elhinni, komolyan mondom. És senki más nem képes meggyógyítani a... Ich schieße lieber als Zeit mit Rumgelaber zu vergeuden. Lehet, hogy talán más is képes meggyógyítani? Oleg a hangya. 500 pénz! Menjél már! Hol élsz te? Nála mi van? Hát ez érdekes lesz. Hát most van még egy kitörés akkor, ha. Senki más nem tud... Mi történik? Ez nem én voltam. Az igen. Hát de... Na, nála már csak 240, látod? 10 lenne nála, majd fele annyi, mint a másik csávónál. Sokkal olcsóbban adja ugyanazt. Nem? Hát ez szép. Egyikük sem képes meggyógyítani. Hát akkor...
Várj a menedékben. Hát jó, várok én persze. Hát de... Jó lenne, hogyha a dokia elmenne végre a helyére. Aludni nem tudok, amíg sugárszennyezett vagyok, ugye? Heh! Hihetetlen. De valakik vannak kint, azok nem fognak most már dögleni? Hallom, hogy valakik lövöldöznek valami kutyákra. De azok most mind meghalnak, nem? Brauchst du etwas? Ja. Szükségem lenne jó orvosra, öregem. Aki nincs a helyén. Jó, hát akkor szerintem itt legyen ennyi a mai epizód. Nem tudom, hogy hova tűnt el az egyetlen doki, aki gondolom megtudta volna gyógyítani azért a sugárfertőzést. Nem, egyszerűen fingom sincs, hogy hol lehet. Nem akarom tudni. Valamiért a játék amúgy itt most már nem bírja tartani 60 FPS-t. Olyan, mintha ahogy haladnánk előre az időben, úgy most vagy egy hatalmas memory leak-je van, vagy valamiért folyamatosan esik a sebesség. De korábban itt bírta 60 FPS az a területen, most már 50 alatt van, és folyamatosan esik a sebesség. Valami nagyon nagy gáz van ezzel az X-ray motorral, tehát ez egy borzalom, tehát ez technikai katasztrófa ez a játék sajnos. Ja, eddig itt gond nélkül bírta 60-at, most már az 50-et sem tudom megközelíteni, úgyhogy szerintem itt abban is hagyom. Van God Race. Aztán... Tudom, legfeljebb majd újraindítom a játékot, aztán lehet, hogy addigra visszajön az orvos is. Nincs jobb ötletem egyszerűen. Tényleg. Ennél jobb ötletem most nincs. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, ez lett volna a mai rész. Hát még megpróbálom folytatni, mindenképp szeretném folytatni. De jelenleg fingom sincs, hogy mi történik. Tehát, hogy... Na jó van, szevasztok!